Üdvözlök mindenkit, Kanicsár Ádám vagyok, és itt vagyunk a 24. Budapest Pride megnyitóján. Ma elkezdődik a legfontosabb hónap 2019-ben az LMBTQ közösség életében, és köszönjük, hogy ennek a megnyitónak, ennek az estének ti is a részesei lehettek. Külön köszöntjük a politikusokat, akik megjelentek, a nagyköveteket, a sajtómunkatársait, a kormánypárti politikusokat, akik viszont nem jelentek meg, bár hívtuk őket, az LMBTQ közösség minden tagját, illetve a heteroszexuálisokat is, akiket mindenben elfogadunk és támogatunk. Az idei mottónk az, hogy van egy közös a történetünkben, és valóban az LMBTQ közösség nem csak attól egy közösség, hogy ez az öt betű most már egybefort egymással, hanem elég sok dolog tart minket össze. Rossz emlékek, félelem, kirekesztés, mindenkinek vannak ilyen emlékei, de változtassunk ezen, és változtassunk ezen a mai napon. Legyenek ezek az összetartó erők a bátorság, a kitartás, illetve a harc. És van még valami közös bennünk, méghozzá a kultúránk és a történelmünk. 1969. június 28-án New Yorkban néhány rendőr tért be egy bárba, ahol vegzálni kezdte a vendégeket. Ez a magatartás nem volt szokványos, de valamilyen szinten mégis szokványos volt. Ezek a vendégek ugyanis nem heteró férfiak vagy heteró nők voltak, hiszen őket miért is piszkálná bárki, hanem meleg férfiak, leszbikus nők, biszexuális emberek, transznemű emberek és drag queenek. Kívülállók, akiknek nem adattak meg a jogok arra, hogy teljes életet élhessenek az ígéret földjén, és csak apró bárokban és a jól ismert négy fal között adatott meg nekik a luxus ahhoz, hogy önmaguk lehessenek. A bár közönsége eddigre már megszokta a maffia és a rendőrség zsarolását és zaklatását, de 1969. június 28-án elegük lett. Ettől a történelmi pillanattól kezdve ez a közösség nem hagyta magát. Felvette a harcot, visszatámadott, hangos lett, igazságot és jogokat követelt. Ez volt a lázadás a Stonewall Innben, ami elindította a Pride-ot és ami elindította a meleg mozgalmat. És amitől egy egész társadalom kényszerült arra, hogy szembenézzen az igazsággal. Ez az igazság pedig az, hogy szexuális orientációja és nemi identitása miatt senkitől soha semmilyen jogot nem vonhatnak meg, és hogy az LMBTQ társadalom tagjai bátran kezelhetik magukat egyenlő emberként. Idén ünnepeljük a Pride 50. évfordulóját. 1969. június 28-a Magyarország. Kádár korszak. Nincs demokrácia, de legalább azt mondják, hogy jobban élünk, mint a szomszédban. Nincsenek meleg lapok, nincsenek meleg bárok, nincsenek meleg jogok, nincsen pride, nincsen büszkeség, sőt, a rendszer és a társadalom szerint talán meleg emberek sincsenek. 1989. július 3-a Győr. Megszülettem, és édesanyám a szocializmus utolsó hónapjaiban, már érezve a szabadság előszelét, már látva a reményt egy demokratikus országra, minden bizonnyal azt hitte, hogy fiára egy jogokkal teli, egyenlő, demokratikus, szabad világ vár. Idén leszek 30 éves. Nem várt rám végül szebb világ, és szebb ország sem. Egy globális felmelegedés sújtotta, korrupt világ várt rám, tele gyűlölettel, megvetéssel és kilátástalansággal. De azért azóta történtek jó dolgok is. 2019. június 7-e Magyarország. Néhány éve, néhány évig magyar köztársaság. A helyzet nem sokat változott ahhoz képest, hogy mi volt 50 éve, mikor New Yorkban néhány drag queen tűsarkú cipőben szállt szembe a hatóságokkal. Persze azért nem minden rossz, ami van. Van minek örülni. Volt, hogy jó irányba haladtak a dolgok. Van LMBTQ sajtónk, sőt, annyi LMBTQ sajtónk van, hogy azok megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy acsarkodjanak egymással. Vannak magyar LMBTQ közéleti alakjaink is, sőt, annyi LMBTQ közéleti alakunk van, hogy megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy acsarkodjanak egymással. Van bejegyzett élettársi kapcsolatunk, vannak szivárvány családaink, vannak társaságaink, vannak szervezeteink, vannak LMBTQ politikusaink, vannak LMBTQ sztárjaink, vannak magyar LMBTQ ikonjaink, és vannak győzelmeink is. És van Budapest Pride-unk, aminek az egyik legikonikusabb alakja Nagy Szilvia. Szilvia kitartásával és munkájával a magyar LMBTQ társadalom egyik legfontosabb alakjává vált, akinélkül ma a Budapest Pride nem lenne Budapest Pride. Úgyhogy hallgassuk most meg együtt Szilvia beszédét.
Szevasztok. Bocsi, egy kicsit nehézkes volt ide felvennem. Hú, de szép számban vagytok. Régóta harcol bennem két ellentétes erő. Az egyik impulzus a félelem. Az, hogy védjem magam, rejtsem el a gyengeségeimet, a tökéletlenségeimet, a fájdalmaimat. Különben mások visszaélhetnek vele, bánthatnak miatta. A másik késztetés pedig egy erős vágy a másokkal való kapcsolódásra. Minden áron. Ma az utóbbi győzött. Ezért mondom el... hogy több mint 3 éve rákbeteg vagyok. Az utóbbi években elszigetelt ez rengeteg embertől, és már féltem róla beszélni. Hát most itt vagyok és beszélek róla, hogy túl legyek ezen. Én azt gondolom, hogy úgy működünk mi emberek, hogy belénk van kódolva. Basszus, ilyen lesz a hangom végig. Jó, hogy belénk van kódolva a szeretet képessége, a kapcsolódás iránti vágy. Egy pici baba belehalhat, hogyha nem gondozza, nem érinti meg senki, még a megfelelő táplálás mellett is. A fák is kommunikálnak egymással, például kisegítik a gyengébbet, hogyha az nem jut elengedő tápanyaghoz. Az emberek is függnek egymástól. A hangulatunk, a viselkedésünk hat a másik emberre. 1000 szállal kapcsolódunk egymáshoz. A Pride-nál komolyan vesszük, hogy egymásra folyamatosan ható emberek közössége vagyunk. Ezért vagyunk elköteleződve olyan értékek mellett, mint a kedvesség, az empátia és az önismeret. A belső működésünkben is és a külső kommunikációnkban is. Mert többek szerint túl pozitívan kommunikálunk, mi tántoríthatatlanul hiszünk benne, hogy nincs olyan, hogy túl sok szeretet. Van egy közös a történetünkben. És amikor azt mondom, hogy igazából nem is egy közös történetre gondolok, hanem rengeteg közös történetre gondolok. Nem, vagyis nem csak a klisékre, hogy LMBTQ emberek vagyunk, vagy szövetségesek vagyunk, vagy az emberi jogok iránt elkötelezett emberek vagyunk, hanem inkább arra gondolok, hogyha két tetszőlegesen kiválasztott ember elkezd egymással beszélgetni, akkor előbb-utóbb fel fogják fedezni, hogy nincsenek egyedül, hogy sokkal több fontos dolog köti össze őket, mint amennyi elválasztja. És akkor itt egy forradalmi gondolat ma estére, erre a hónapra és a továbbiakra. Nem az ügy, hanem mindig az ember a legfontosabb. Ismerjük meg magunkat, és ismerjük meg egymást. Köszönjük Szilviának ezt a beszédet, csodálatos volt, és lehet, hogy most ezután a beszéd után egy kicsit remegni fog az a hangom az első fél percben, úgyhogy ezért elnézéseteket kérem, de szerintem átérzitek. Rengeteg eredményünk van, aminek örülhetünk, és amiért hálásak lehetünk. Hálásak lehetünk a Budapest Pride szervezőinek, hálásak lehetünk a társadalom hőseinek. Hálásak lehetünk azoknak, akik eseményeket szerveznek, beszédeket mondanak, kutatásokat indítanak, gyűjtéseket indítanak, táblákat készítenek, nyilatkoznak, magazinokat adnak ki, színdarabokat készítenek, színdarabokban szerepelnek, filmeket készítenek, filmekben szerepelnek,
Énekelnek, kiállításokat szerveznek, festenek, fotóznak, írnak, regényeket, novellákat, könyveket, verseket, újságcikkeket. Akik használják az LMBTQ hashtaget, akik blogot írnak, vlogot indítanak, csoportot csinálnak Facebookon, akik képeket töltenek fel, amin szivárvány színű a hajuk, ahol párjukkal ölelkeznek vagy csókolóznak, és akik címlapon állnak ki a világ elé, hogy az egy jobb világ legyen. Ők mind hősök. Úgyhogy vegyük észre, ha valaki hős. Ha bárkiről, akiről úgy gondoljuk, hogy bármi apróságot is tett az LMBTQ közösségért, ebben a hónapban keressük meg, és köszönjük meg neki. És mondjuk azt, hogy így tovább bármi is lesz. Mert van rá esély, hogy nehezebb lesz. És egyre nagyobb szükségünk lesz ezekre a hősökre. Köszönjük meg nekik, hogy ebben a viharos világban is kitartanak, és mernek büszkék lenni, és példát mutatni. És ha úgy érezzük, hogy mi nem tettünk semmit, vagy nem tettünk eleget, akkor itt az idő változtatni, akár a legapróbb dolgokkal. Van egy mottóm. Mindenki lehet aktivista. Az is, aki megoszt egy, az is, aki ír egy cikket, illetve az is, aki megoszt egy cikket. Mindenki lehet aktivista, de nem mindenki lehet Mr. G. Hungary. Tavaly novemberben, 10 év után ismét megrendezték a Mr. G. Hungary vetélkedőt, ami rengeteg csodálatos, bátor versenyző közül végül Pusztai Olivér utazhatott első magyar résztvevőként a Mr. G. World versenyre Fokvárosba, ahol megnyerte a közönségversenyt és 3. helyezést ért el. Olivér... Olivér, én most itt állva mindenki előtt köszönöm meg neked azt az elképesztő munkát, amivel elérted azt, hogy hetekig a magyar LMBTQ helyzetről szóljon a magyar sajtó, és hogy az egész országot ilyen odaadással képviselted az egész világ szeme láttára. És köszönöm azt is, hogy személyesen egy barátot is tisztelhetek benned. Hölgyeim és uraim, kedves egybegyűltek, Mr. G. Hungary és a Mr. G. World 3. helyezettje és a verseny közönségdíjasa, Pusztai Olivér. Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Pusztai Olivér vagyok, LMBTQ nagykövet, aktivista, de már ezt hallottátok. Köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy felszólhatok a LMBTQ társaim mellett ezen a nyitó rendezvényen. Azért is örülök neki, mert szerencsére minden évben van valami új. Egy új dolog, amiért érdemes beszélni. Amiért érdemes felszólalni, és érdemes megünnepelni. Személy szerint engem boldogát tesz az, hogy egyre többen és többen vagyunk kint a Pride-on. Hogy ez már nem csak egy meleg felvonulás, hanem szépen kezdi kinőni magát egy olyan rendezvényé, ahol a heterók a melegekkel együtt a nyitottságról és az elfogadásról beszélnek. Ami azért jó, mert hiszem, hogy az ilyesfajta változások nem lehet felülről irányítani. Nem lehet befolyásolni. Ezek azok a változások a társadalomban születnek, és szépen alulról növik ki magukat. Te, én, mi tudunk az elfogadáson és a nyitottságon változtatni? És látható, elindult valami fejlődés az LMBTQ emancipáció felé, amit kizárólag magunknak köszönhetünk, mert nap mint nap teszünk azért, hogy a társadalmat közelebb hozzuk a szubkultúránkhoz. Viszont a változás kizárólag azon múlik, hogy mi mennyit teszünk, ezt mennyire vesszük komolyan, mennyire fogunk össze, és mennyi energiát teszünk bele. Mennyire alkotunk erős egységet, nem csak a magyar társadalom felé, de a szubkultúránk felé is. Ezt azért tartom fontos... Ezt azért tartom fontosnak, mert sokszor érzem, hogy ez egy borzasztóan törékeny LMBTQ közösség, és nagyon-nagyon sok támadás éri. Ma is rengetegen gyűlölnek minket, és ez a gyűlölet pontosan ugyanolyan sokszínű, mint amilyenek mi vagyunk. Beszélek itt az arc és név nélküli kommenthuszárokról, akik a válogatott szorongásukat egy kisebbségen tölti ki. A politikusokról, akik pár szavazatért és 5 perc hírnévért bármikor kaphatóak egy kis gyűlöletkeltésre. Aztán ott vannak a hobbi homofóbok, akik képesek szabadnapot kivenni a Pride napjára, hogy eljöjjenek kordont rázni és ordibálni, hogy mocskos buzik. Ez sajnos szép számmal vannak olyanok a mi közösségünkben, akik semmivel sem különbek a felsorolt 3 típusnál. Persze a melegek között is van homofóbia. Ez nem egy új keletű dolog, sőt, igazából nem is nevezhető homofóbiának, hiszen alapvetően nem azzal van bajunk, hogy mi melegek vagyunk, hanem azzal, hogy a másik mennyivel melegebb, vagy kevésbé melegebb, mint mi, vagy éppen mennyivel éli másként az életét, mint ami a mi személyes erkölcsi normánk elfogad.
Mert ha valaki feminin és a H&M női osztályáról öltözködik, akkor az a baj. Ha valaki 5 héten vagy heti 5 alkalommal jár le edzeni és izmos, akkor az a baj. Ha valakinek sugar daddy-je van, az a baj. Ha valaki sikeres és boldog, akkor az a baj. Ha grinder huszár vagy és gruppen partira jársz, az a baj. Ha nem fekszel le valakivel az első randin, akkor az is baj. Ha meleg szaunába jársz, az a baj. Ha keresztény meleg vagy, az a baj. Ha aktivista vagy és teszel a közösségért, az a baj. Ha nem mész ki a Pride-ra, akkor az a baj. A transznemű, leszbi vagy biszexuális vagy, akkor az a baj. Az interszexuálisok, aszexuálisok és panszexuálisok láthatósága sokkal kisebb, és még nem ismerjük őket eléggé a csoporton belül, velük azért nincsen még bajunk. Az a baj, hogy szeretni nehéz, gyűlölni viszont könnyű. Elfogadni nehéz, kirekeszteni baromi könnyű. Sőt, egyesek még élvezetet is találnak a gyűlöletkeltésben, mert ezzel a legegyszerűbb az egónkat növelni. Mert egyszerűbb a másikat lehúzni, mint azon gondolkodni, hogy én hogyan legyek sikeres, boldog és kiegyensúlyozott. Hogyan tudnám szeretni magam és az életem. Mert persze érthető, hogy az LMBTQ közösségen belül miért gyűlölködünk. Mert akit utálunk, attól igazából tartunk a lelkünk mélyén. Félünk, hogy a feminin melegek és a pasis leszbikusok miatt még jobban erősödik a társadalomban kialakult sztereotípia velünk kapcsolatban. Nem akarjuk, hogy a kigyúrt pasik miatt mindenki azt gondolja, hogy minden meleg egyetlen célja az izomnövesztés és a magamutogatás falatnyi fecskében az Excelsior Fesztiválon. Félünk, hogy az aktivisták miatt mindannyiunkat majd egy hisztis porcelánbabának tartanak, akik mindenben a társadalmi igazságtalanságot keresik. Minél több betűből áll az LMBTQIAP mozaik szavunk, annál nehezebb lesz az elfogadás is csoporton belül. Éppen ezért szeretném, ha mindenki az egóját egy kicsit háttérbe szorítaná, amikor egymás közt vagy éppen mások előtt az LMBTQ csoportról beszélünk. És nem gyengítenék jobban a sokat szenvedett közönségünket, ami kicsi, néha összetartó, de mégis mer igazán sokszínű lenni. Mer kiborulni a politikusok vállalhatatlan kijelentésein. Mer felvonulni. Mer pasiként drag queen sminkben büszkén képet posztolni az Instára. Mer skinheadekkel vitába szállni az elfogadásról és a szivárvány családokról. Mer aktivistaként tüntetést szervezni a Kossuth térre. Az LMBTQ közösségen belül mindenkinek megvan a szerepe abban, hogy ne csak sztereotípiákat erősítsen, hanem hogy segítsen az elfogadásban. Lehet, hogy valaki a kamerák előtt teszi ezt, vagy az Insta felületén nagy nyilvánosság előtt, vagy valaki a négy fal között a vasárnapi családi ebédnél. De az a lényeg, hogy tesszük. A közösségért, egymásért és magunkért. Minden energiánkat, amit a másik gyűlöletére fordunk, fordíthatnánk egymás támogatására. Megtanulhatnánk és megtaníthatnánk egymásnak, hogy lehet valakivel úgy nem egyetérteni, hogy nem gondolunk róla automatikusan rosszat, nem kategorizáljuk, nem ütünk meg azonnal egy kellemetlen cinikus hangot. Így legyőzve a bennünk lévő bizonytalanságot. A gyűlölködés helyett fejleszthetnénk magunkat, megtanulhatnánk jobbak lenni, megtanulhatnánk az LMBTQ közösség összes problémáját, értékeit, és közvetíthetnénk azokat attól függetlenül, hogy az nem mind szerves része a saját életünknek. Taníthatnánk egymást, hogy felgyorsítsuk az LMBTQ emancipációt Magyarországon, mert kizárólag rajtunk múlik, hogy mennyire fogunk össze, és milyen gyorsan haladunk az úton. Köszönöm. Sokan máig gondolják azt, hogy a Pride csupán egy felvonulás, holott valójában a Pride-nak színházi előadások, filmek, beszélgetések, workshopok, kiállítások sokasága adja a gerincét, összesen 103 ebben a hónapban, amik ugyanúgy várják a közönséget, mint a Budapest Park a nagy buli július 6-án a felvonulás után. De egy fontos dolgot kihagytam, méghozzá a zenét. A Pride fontos eleme a zene is, hiszen ahogy Madonna is megmondta, music makes the people come together, vagyis a zene összehozza az embereket. Úgyhogy a Pride megnyitó sem maradhat el zene nélkül, és nem is véletlenül hoztam Madonna idézetet. No, nem azért, mert Madonna fog fellépni, ő talán majd jövőre. De nekünk is van egy nagyszerű emberünk, akinek a zenének az a filozófiája, hogy összehozza az embereket, hogy jobbá tegye a társadalmat, illetve hogy felhívja a figyelmet a társadalom problémáira. Inspirációja lehet elég. A színpadon a Junior Prima díjas színész Molnár Áron Noár, aki mint 3 perce megtudtam, nem zenélni fog, hanem majd egy slammel kedveskedik nekünk, de azért az is zene. Noár.
Szervusztok! Ne haragudjatok, hogy nem zenével készültem, de az a helyzet, hogy nagyon kicseszni a fületeket, ezért a slam szerintem közelebb fog hozzátok jutni, de előtte egy gyors történetet hadd mondjak el nektek. 2014-ben, mikor... Jaj, bocsánat, én Molnár Áron vagyok, színész, aktivista. Tegye föl én a kezét az, aki ismeri a Noárt. Oké, és és aki nem ismeri... Oké, vannak, rendben, csak pár szóban. Tehát a Noár egy olyan zenei formáció, ami közéleti dolgokra reflektál hip-hop formájában. Oktatás, hajléktalan emberek helyzete, a migráció között, témái között lévő különbség és fogalmak tisztázása, ilyen egyszerű témáink vannak. Ebben próbálunk rendet tenni a fejekben, és ez a formáció, ez egy éves, de én 2014-ben sehol nem voltam még a Noára, színész voltam, nagyban bulizgattam, és az azóta már megboldogult Kerényi Imrének volt egy kijelentése, miszerint a Színművészeti Egyetemen buzi lobby van, és a buzi lobby irányítja az egyetemet, és hogyha ő lenne az alkirály, akkor elvenné a színész képzés jogát. Ekkor én úgy döntöttem, hogy ez nem maradhat szótlanul, tehát nem nézhetem tétlen, és írtam is neki egy dalt, K. úrnak ez volt a címe. 2019-et írunk, a hugommal éppen Kövér László átgondolatlan kijelentése után gyártjuk le azt a nagyon egyszerű videót, amit megtaláltok a Facebook oldalunkon, hogy mit is jelent az LMBTQ. Ugyanis én nagyon hálásak vagyunk Kövér Lászlónak, aki felhívta a figyelmet, hogy még mindig zavar van a fejekben ezzel a témával kapcsolatban, ezért gyorsan csináltunk egy videót, ami ezt megmagyarázza, és a hugom mondta, hogy milyen érdekes, hogy a K. úrnak című videó az igazából tök aktuális most is, úgyhogy engedjétek meg, hogy egy először is csak annyit mondjak, hogy ebben az iszonyú zavaros országban, ahol van egy plakát, mondjuk a HVG plakátja, amin szakadunk a röhögéstől, legalább a humor szintjén. Itt van egy csapat, a város mindenki, aki éppen a kilakoltatásért áll ki, én onnan jövök éppen ide hozzátok. A média függetlensége tényleg romokban van, és mégiscsak azt szeretném nektek mondani, hogy itt van egy csapat, a Pride csapata, aki egy ilyen brutális időszakban is kiáll, megcsinálja ezt a fesztivált, összehozza, úgyhogy szerintem egy rohadt nagy tapsot megérdemelnek. És iszonyú büszke vagyok, hogy itt állhatok ezen a színpadon előttetek, és köszönöm szépen ezt a lehetőséget nektek. Szóval, K. úrnak. Elnézést kérek, hogy ennyi idő telt el, de a Noár úgy tűnik, hogy tovább nem kert el. Mert lássuk be, az már 14-ben sem volt úri módi, amikor valaki száját elhagyta az, hogy buzi lobby. És akkor ajjaj, még nagyobb a gigszer, ha ez ma egy házelnök, ki szexualitást nem tisztel. Történetünk főhőse egy bizonyos K. úr, kinek kijelentésén egy egész ország ámul. És elmélete megbontja elménket, lássuk mi lesz, hogyha teret adunk elvének. Az utolsó vacsorán nem volt minden Fincsi, úgyhogy meg se fesse Leonardo da Vinci. Truman Capote is inkább menjen haza, és száradjon ki Csajkovszki és a hattyúk tava. Törlődjön a tankönyvekből Maurice Bezsár, és ne csináljon filmet Pedro Almodóvár. K. úr új útja sok mindent megoldhat, hál' Isten Franz Schubert sem fog többet tollat. A sok tanítvány nem lesz rest se K-ba, és eltántorog majd szépen a budai várba. Ott nem tanulják, hogy Kleist mit és miért írt, és ki kell hagyni a tananyagból William Shakespeare-t. Francis Bacon is maga az ördög, és a színművészeti felvételén senki nem mondjon Faludi Györgyöt. Oscar Wilde is pont most jön kapóra. Mágián égjen el Dorian Gray-nek a naplója. Őrült a beszéd, és nincs is benne rendszer. Úgyhogy megkérjük K. úr, hogyha még egyszer arra fanyalodna, hogy köpködjön és szapuljon, a másságról egy kicsit többet kell, hogy tanuljon. Őrült a beszéd, és nincs is benne rendszer, úgyhogy megkérjük K. úr, hogyha még egyszer arra fanyalodna, hogy köpködjön és szapuljon, a másságról egy kicsit többet kell, hogy tanuljon. Köszönöm.
Éljön a Pride! Már csak azért is hálás ez a szerep, mert én kapom a legtöbb tapsot, legalábbis nekem úgy tűnik ilyenkor. 2003 óta a magyar LMBTQ közösségnek is van egyfajta Oscar-díja, ez a háttérdíj. Azokat a hősöket tisztelik meg ezzel a díjjal, akik hosszú éveken keresztül időt és energiát nem spórolva dolgoznak az LMBTQ közösségért, és akik nélkül ma nem tartanánk ott, ahol tartunk. Több százezer ember lehet nekik hálás a képviseletükért, és 10 millió ember azért, hogyha sokszor a tudtuk nélkül is, de egy olyan országért és egy olyan társadalomért harcolnak, amiben mindenki egyenlő, ahol mindenki egyenrangú állampolgár. Hanszli Pétert szólítom a színpadra, 2017 háttérdíjának a nyertesét, aki egy rövid beszéd után átadja a díjat 2019 díjazottjának, akiről én sem tudom, hogy kicsoda, pedig tegnap este próbáltam belőlük kiszedni, úgyhogy izguljunk együtt. Jó estét, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Budapest Pride megnyitóján. A Háttértársaság 2005 óta adja át a háttérdíjakat azon személyeknek, akik sokat tettek a magyarországi LMBTQI közösségért. Bárki jelölhetett a díjra, és minden évben nagy örömmel látjuk, hogy nem csak azt, hogy milyen sokan tesznek sokat a közösségünkért, hanem azt is, hogy a közösség tagjai elismeréssel tekintenek egymás munkájára. Idei díjazottunk a Háttértársaság alapító tagja, illetve leszbikus csoportjának egyik meghatározó alakja. Nem csak aktivistaként, hanem pszichológusként és irodalomtörténészként is segíti a hazai LMBTQI szervezetek és közösségek munkáját. Tudományos és ismeretterjesztő előadások, cikkek és kötetek, antológiák szerzője és szerkesztője. A Labris honlapján régóta irodalmi rovatot, a Lift Fesztiválon workshopokat vezet, valamint a Budapest Pride-on is hallhattuk már előadásait. Gazdag életművét nehéz röviden összefoglalni, és még nehezebb hiányosságok nélkül. Én most mégis teszek erre egy kísérletet, hiszen sokszínű és töretlenül végzett aktivitásával példát mutat mindannyiunknak. 1998-ban végzett az ELTE BTK-n pszichológia szakon, 1999-ben pedig a Közép-Európai Egyetemen a Gender and Culture programban. Később a Pécsi Tudományegyetem elméleti pszichoanalízis doktori programját végezte el, ahol 2005-ben szerezte meg a doktori fokozatát. 2015-ben tanácsadó szakpszichológus diplomát is szerzett az ELTE pedagógiai és pszichológiai karán. Az LMBT aktivizmust már egyetemi tanulmányai idején elkezdte. 1996-ban a Labris újság egyik szerkesztője volt, 1997-től pedig a Labris estek egyik szervezője. 1999-ben részt vett a Labris Leszbikus Egyesület megalapításában, amelynek mai napig is aktív tagja. 1999-ben kezdett dolgozni pszichológusként a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadóban, majd 2001-től a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének társadalomlélektani osztályán volt fiatal kutató ösztöndíjas, majd 2003-tól tudományos segédmunkatárs. 2006-2007 folyamán Magyari Zoltán posztdoktori ösztöndíjas volt a Pécsi Tudományegyetemen. 2007-től ismét az MTA Pszichológiai Intézetében tudományos munkatárs, 2009-től pedig a Narratív és Történeti Pszichológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Korábban a Talassa, majd az Imágó Budapest pszichoanalitikus folyóirat szerkesztője, 2015-től főszerkesztője. Más folyóiratok, mint a Café Babel vagy a Journal of Lesbian Studies szerkesztője is volt. 2008-tól a Pécsi Tudományegyetem óraadó tanára, de tanított ezen kívül a Károlin, valamint az ELTE-n is. Tagja a Magyar Pszichológiai Társaság 2013-ban alakult LMBTQ szekciójának. 2006-tól a European Society for the History of the Human Sciences társaság titkára. 2018 óta zajlik az ő vezetésével a Társadalmi Egyenlőtlenségek és Előítéletek a Pszichtudományok tükrében Magyarországon című OTKA kutatás. Ez viszont csak egy a számtalan kutatási területe közül, hiszen kutatta a 20. század elejé értelmiségi nők életművét, a testtel kapcsolatos reprezentációkat, a női írók életét és munkásságát, a leszbikusság képét a század előn, vagy éppen a
Kádár Korp pszichiátriai irodalmában. Az Otka magazin 2015-ös áprilisi száma a hónap kutatójaként mutatta be. Kutatásaink kívül könyvszerzőként és szerkesztőként is jeleskedik, többek között az előhívott önarcképek, leszbikus nők önéletrajzi írásai című kötetnek volt a szerkesztője és egyben egyik fordítója. Első önálló könyve a Portrék a másikról 2007-ben jelent meg. 2011-ben Szilágyi Judittal közösen monográfiát publikált. Nőírók és írónők, irodalmi és női szerepek a nyugatban címmel. Ő volt továbbá a leszbikus életünt interjúkat tartalmazó Eltitkolt évek, és annak mintegy férfi párja a Meleg férfiak hidegdított rák című kötetek egyik szerkesztője is. 2013-ban adták ki Nemek között Nőtörténet, Szexualitás történet című, a korábbi években megjelent tanulmányait, egybegyűjtő kötetét, melyben egyebek mellett olyan témákat érintett, mint Gertrude Stein rendhagyó önéletrajza Alice B. Toklaszról, vagy Vaj Sándor Sarolta életútja és irodalmi pszichiátriai recepciója, vagy a kétanyás családok. Legutóbbi könyve Hollaplányok, nők a pszichoanalízis budapesti iskolájában címmel a tavalyi ünnepi könyvhétre jelent meg, melyben a magyar női pszichoanalitikusok első generációjának történetét írta meg. 2012 óta az LMBT történeti hónap egyik szervezője is, és ennek keretében is tart előadásokat. Idén pedig a Labrisz és az ELTE LGBTK költészetenapi rendezvényének egyik szervezője is volt. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a 2019-es háttérdíjat átadhatom Borgos Annának. Kérlek, gyere ki! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a megtisztelő díjat és ezt a szép laudációt. Az első gondolatom az örömteli meglepetésen túl az volt, hogy hát egyrészt az idő múlása, másrészt meg, hogy milyen szerencsés dolog, hogy két egyesület, a két első LMBT Magyarországi LMBT Egyesület alapításában is részt vettem. Ugye a Háttértársaság és a Labrisz Egyesület alakulásakor is ott lehettem, és hát ezek nagyon meghatározó részei is lettek az életemnek. Én alapvetően nem vagyok egy mozgalmára alkat, az érintettségem tett aktivistává tulajdonképpen, és hát nagyon sokat köszönhetek ezeknek a szervezeteknek, közösségeknek abban, hogy ilyen introvertáltabb aktivistaként találhattam testhez álló feladatokat, és ehhez egy megerősítő közeget adtak, hogy ebből ez az érintettség, ez munkává, alkotó munkává tudott válni. És hát persze ebbe időnként így el is lehet fáradni, ezt gondolom sokan éreztétek, és én is most egy kicsit ilyen fáradtabb, talán kiégettebb periódusában vagyok az életemnek, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon jó érzés ez a díj, úgyhogy egy ilyen töltekezésként, energizálásként is fogom fel, mert hogy úgy tűnik, hogy még szükség lesz erre a munkára, és hogy ezt egy ideig nem lehet még abba hagyni. Nagyon köszönöm, hogy rám gondoltatok. Ma már sok szó esett hősökről, és tele is volt velük a színpad, de a következő beszédmondónk úgymond különleges hős. Az LMBTQ közösségben szomorú kötelék az, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen számkivetetnek lenni, milyen nem találni a helyünket a társadalomban, milyen az, amikor ránk aggatják a más jelzőt, amikor tombol bennünk a más jelző, és mikor valóban úgy érezzük, hogy igen, tényleg valami más bennünk, mint a többségben. Éppen ezért fontos feladat az LMBTQ közösségnek az, hogy segítse a kisebbségeket és a más közösségeket is. És ezért is lesz óriási öröm hamarosan Farkas Franciska szavait hallani.
Farkas Franciska roma színésznő és drámapedagógus, aki számos díjat nyert el már színészként, a Tudás Hatalom Összművészeti Társulás alapító és állandó tagja, és a magyar roma kultúra, társadalom, közösség egyik legnagyobb szószólója, aki nem csak interjúiban és nyilatkozataiban, hanem a színpadon is azért harcol, hogy igazságot és egyenlőséget teremtsem. Franciska ma nem tud itt lenni velünk személyesen, de hagyott nekünk egy üzenetet, amit most nézzünk meg együtt a kivetítőn. Szeretettel köszöntök mindenkit. Megtiszteltetés volt számomra ez a felkérés, és sajnálom, hogy nem lehetek jelen személyesen, de ezekben a percekben éppen Pécset játszunk a Poszton, a Tudás Hatalom társulatunkkal a Cigány Magyar című előadást. És ha már az előadásunknak ez a címe, mondanék pár szót a cigány kifejezésről. A cigány szó a görög atsziganos szóból származik, aminek jelentése törvényen kívüli, más jelentésben tisztátalan. A cigány az szitok szó Magyarországon jelenleg, bár 1971-ben a világ első roma kongresszusán kimondták, hogy a világ összes cigány származású emberét romának nevezzük hivatalosan. A rom egyébként embert jelent cigány nyelven. Ennek ellenére Magyarországon kiki eldöntheti, hogy romának vagy cigánynak hívják. Én büszke vagyok arra, hogy roma vagyok. Büszke vagyok arra, hogy a családom úgy szocializált, hogy alapvető bennem az elfogadás. Számomra az elfogadás olyan természetes, mint a levegővétel. De nem vagyunk egyformák. Vannak homofóbok például, vannak xenofóbok, vannak antiszemiták, vannak rasszisták, meg például vannak homoszexuálisok is. A homoszexualitás ugyanúgy, mint a heteroszexualitás, az emberiséggel egyidős. Most megkérdezném homofób embertársaimat. Volt már olyan, hogy sétáltál a barátnőddel az utcán, és oldhatatlan vágyat éreztél az iránt, hogy megfogd a kezét? És mit csináltál? Megfogtad, nem? Volt már olyan, hogy adtál neki egy puszit? Az utcán? Volt olyan, hogy átkaroltad a vállát a moziban? Neked beszéltek már a hátad mögött? Láttál már megvető tekinteteket? Volt, hogy hozzád vágtak egy sörös üveget, mert átkaroltad a szerelmedet? Leköptek valaha azért, mert vállaltad önmagad? Levizelték már a holmidat az iskolában, mert nem találtad a helyed? Kitagadtak már a szüleid, mert bemutattad a szerelmedet? Megtagadtad már magad? Szabadnak érzed magad? Ember vagy te is? Minden emberi joggal? 2 éve Barcelonában jártam, és láttam meleg párokat kézen fogva sétálni az utcán. Meghatott, hogy vannak a világon ilyen szuper helyek, és eszembe jutottak a barátaim, és a traumák, amiken keresztül kellett menniük, mert ők itt élnek, ebben az országban, a hazámban, ahol gyerekcipőben jár még az elfogadás. Én mindig is büszke voltam arra, hogy elfogadó és nyitott vagyok. Valóban az vagyok? Bevallom, ez egy tanulási folyamat számomra. Mert például most, hogy felkértek is, bár örömmel vállaltam, és megtiszteltetésnek érzem, hogy szólhatok, eszembe jut, hogy hányszor nem szóltam, amikor kellett volna, és hányszor szóltam feleslegesen, bántóan. Nem vagyok rá büszke, de bevallom, előfordult, hogy láttam, amikor a villamoson bántottak egy fiút, mert ki volt szépen sminkelve, és én nem szóltam.
Nem vagyok rá büszke, hogy amikor felkértek erre a beszédre, amit most mondok, egy pillanatra átfutott rajtam, hogy ha elvállalom, akkor azt gondolják majd, hogy azért képviselem a rendezvényt, mert meleg vagyok. Nem vagyok rá büszke, de gyakran kiszalad a számon, ha ideges vagyok, az, hogy buzi. Én mondhatom, hogy buzi csak azért, mert cigány vagyok? Milyen alapon használom én indulatszóként a buzit? Ezen elgondolkodtam, és elszégyeltem magam. Én nem vétetem meg a kisminket, fiút a villamoson, mert kicsi vagyok és gyenge? Nem az én dolgom? Majd ő megoldja? Miért kéne felelősséget vállalnom érte? Semmi közöm hozzá? Akkor miért nyomaszt? Téged is nyomaszt, ha bántanak valakit a jelenlétedben? Ha nem engednek leülni egy terhes roma asszonyt a buszon? Ha kerítést építenek azok ellen, akik a háború elől menekülnek? Ha megdobálnak egy leszbikus párt? Beleszólsz? Megvéded őket? Miért nem? Mert most éppen jobb dolgod is van? Jó lenne, ha ezeket a kérdéseket sokan feltennétek magatoknak, azokban a hétköznapokban, amikor ilyen vagy hasonló helyzetekbe kerültök. Köszönöm a lehetőséget. Kívánom, hogy lássalak titeket kézen fogva sétálni az utcán, és nem csak ma, nem csak a Budapest Pride-on, hanem mindenkor, minden nap, itt, Magyarországon. Hát wow! Tapsoljatok még nyugodtan, mert Francis majd biztos vissza fogja nézni, hogy hogy reagáltunk a videóra, úgyhogy... Esténk utolsó felszólalója különösen fontos a szívemnek. Adéról először úgy hallottam, hogy jött egy sajtólevél a Dear Future Me című előadásáról, amit majd amúgy holnap megnézhettek a Bíbor szalomban, ugyanis ez is a Pride hivatalos programjának a része. Amit aztán a barátommal együtt néztünk meg, és el voltunk ámulva ezen a darabon. Elállt tőle a szavunk. Adél a saját maga által írt színdarabban egy mesébe szőve mondta el a történetét. Adél aztán rengeteget mosolygott rám vissza az utcán az EL címlapjáról, volt szerencsém vele interjút készíteni, vagy csak egyszerűen barátian elbeszélgetni a korszakalkotó transz témájú zájnjának a megjelenésekor. Adél nagyon hamar, úgymond rekordidő alatt a magyar transzneműek közösségének, sőt mondhatni a magyar transzok történelmének az egyik legfontosabb alakjává vált. Ereje, bátorsága, határozottsága, keménysége, elszántsága, kitartása, hogy jobbá tegye ezt a világot transznemű polgártársaink számára, mindannyiunk számára példaértékű lehet, úgyhogy fogadjuk óriási szeretettel Adélt. Sziasztok! Köszönöm a Budapest Pride-nak a felkérést. Számomra nagyon megtisztelő, mert félig Budapesten, félig Baján felnőve sose gondoltam volna, hogy lesz olyan pillanat, amikor kiállhatok a közösségem elé, és elmondhatom a véleményemet. Számomra az is tiszta, hogy én csak azért tudok itt állni, mert engem tulajdonképpen mindenben támogatott anyukám és a párja, mind lelkileg, mind anyagilag, hogy az legyek testileg is, aki mindig is lenni akartam. De ez sajnos nem mondható el a transz közösségről, mert van, hogy valakit kitagadnak emiatt. Ónodi Adél vagyok, 23 éves nő, és amúgy transz. Tavaly debütáltam színésznőként a Dear Future Me című színházi darabbal, amelyet közösen hoztam létre egy kreatív színházi csapattal. Mellette amúgy éneklek. Ahogy egyre több figyelem irányult felém a médiának köszönhetően, úgy egyre több pozitív visszajelzést is kaptam, de emellett szaporodtak a nehézségek is. Sokféle jelzővel és metaforával illettek már életem során. Ez a figyelem középpontjában mindinkább felerősödött.
gondoltam, hogy elmondok párat. Férfi, szörnyetek, köcsök, szép, csúnya, lány, nő, mentálisan beteg, gonosz, jó, tehetségtelen, tehetséges, szemtelen, nem művész, vagy éppen hogy művész. És igen, az utóbbi sok mindent hordoz önmagában. A szó maga is nagyon beszédes, identitástól függetlenül. Hiszen a színpadon egy kicsit mindennek kell lenni egyszerre, és külön-külön is. Tőlem ez nem áll távol, ez a szakma erről szól. De ezek a szavak a hétköznapi életben valamint mégsem változtathatnak. Azon, hogy elsősorban ember és nő vagyok, se több, se kevesebb. Az LMBT mozgalom mantrája hosszú idő óta. Álljunk ki a történeteinkkel, mert fontos, hasznos és van értelme. Én is kiálltam, de a kérdés mindig felmerül. Vajon megérte? Volt számos álmatlan éjszakám, sok magányosan töltött napom is. Sokszor szélsőséges gondolatok ragadtak magukkal. Végül mégis vállaltam, és egy megtisztelő címlapon keresztül nyilvánosan előbújtam. Most is minden nap kapok fenyegető üzeneteket. De ami fontosabb, sokkal több biztató és erőt adó szót is. Meg annyi tiszteletet és szeretetet. Az ember alapvetően irigy ellen. Még a saját közösségem is kérdőre vonulkor, hogy vajon az amúgy nem választott adottságomat használom-e fel arra, hogy karriert építsek. Igen, használom azt, amit kaptam. Büszke vagyok magamra, mert sok szenvedés és erőfeszítés árán jutottam oda, hogy felvállaljam és szeressem önmagamat. Ezt pedig a művészet által szeretném hirdetni, és a hozzám hasonló vagy más nehézségekkel küzdő fiataloknak példaként mutatni. Ezen nincs mit szégyelni. Mi a transznők és művészek is képviselhetünk értéket. Meg kell értenünk azokat is, akik nem vállalják önmagukat, saját döntésük alapján. Mégis azt gondolom, hogy elsősorban magunk előtt kell vállalni az életünket, hiszen kizárólag magunknak tartozunk elszámolással. Előfordulhat, hogy azok, akik rejtőzködnek, valós veszélyek elkerülése miatt teszik ezt, és nem azért, mert nem vállalnak közösséget a többi transz emberrel. Tudom, hogy sokan elmenekülnének olyan szituációk elől, melyekben érzékenyíteni kell azokat, akik semmilyen információval nem rendelkeznek a transzneműségről. Ezek az emberek tulajdonképpen azért nem állnak elő a saját történetükkel, mert olykor még az LMBT közösség részéről is kirekesztéssel találkoznak, a cis-hetero emberek pedig számtalan helyzetben utasíthatják vissza őket. Ha valaki amellett, hogy transznemű, ne talán roma, vagy más kisebbség tagja, vagy csak nem felel meg a sztereotipikus női-férfi szépségideának, többszörösen találkozhat ezzel az attitűddel. Nagyon fontos ma a világban, hogy jó példát lássanak azok, akik ma tizenévesként is felismerik igazi önmagukat. A sok kirekesztés sajnos rossz útra terelhet, olyan útra, mely félelmet keltő, és a lélek ettől már fiatalon megnyomorodik. Sokan gondolják azt, hogy a hétköznapimat fotózásokon, filmforgatásokon, partikon töltöm, és kizárólag a csillogás vesz körül. Hát az igazság nem ilyen hollywoodi. Mióta többen ismernek, mint fiatal transz előadót, egyre szűkebb az a mezsgye, ahol még a saját értékrendemben megfelelően tudok az lenni a hétköznapokban, aki szeretnék. Az is lehet, ha nincs körülöttem különösebb felhajtás, most boldog párkapcsolatban élek. De egy biztos. Úgy nem lennék boldog igazán, hisz nem lehetnék az, aki mindig is voltam, akivé váltam. Egy erős nő, aki szeret élni és szereti azt, amit csinál. Transznemű lány vagyok, teljesen átalakultam, és a nemi megerősítő műtétem után mindenki azt kérdezte, most már minden rendben? Hát nem. Igenis, meg nem is. A testem rendben van, köszönöm, de a lelkemmel még dolgozni kell. De a társadalomnak is dolgozni kell. Hiszem, hogy van út, és ezen haladunk előre. Mindig lesz olyan, aki nem vesz komolyan, vagy nem vesz számításba, esetleg felszínes jófejséget imitál, de meg kell találni az igazi érzőszíveket is, aki is azt is látni kell, ami jó, ami kivételes, és ami miatt érdemes élni. Sokkal nehezebb a transznemű nőknek az élet ma Magyarországon. Küzdeni kell azért is, hogy megkapjuk a legalapvetőbb emberi méltóságot. Többet kell küzdeni azért is, hogy egyáltalán szerethessük önmagunkat, és ezáltal szerethessenek minket. Én mondjuk vágyom családra, vágyom egy társra, és vágyom gyerekre is. 23 évesen sokszor teszem fel magamnak a kérdést, nehezebb pillanatokban. Adél, te vajon egyedül fogod leélni az életedet? Nem szeretném, és hiszem azt, hogy meg fogom találni azt az embert, aki nőként tekint egyszer majd rám, hisz az vagyok. Vajon fontos-e az előbújás?
Igen, sok negatív tapasztalatom ellenére hiszem, hogy az. De ami ennél még fontosabb, hogy az LMBTQIA tagjai erős közösséget alakítsanak ki, ahol a kölcsönös szolidaritás a legfőbb érték. És mi, akik a, akik a tagjai vagyunk, valóban támogassuk egymást. Muszáj összezárni olyan szituációkban is, amikor a többségi társadalom ellenünk fordul. Legyen ez egy hétköznapi helyzet, vagy egy sajtócikk alatti komment. A láthatósággal járó fenyegetések, veszélyek csak akkor kivéthetők, ha mind fizikailag, mind mentálisan és érzelmileg is erősek vagyunk, és kiállunk egymásért, egymás mellett. És még annyit muszáj elmondanom, hogy nekem 4 éve meg tudott történni az, hogy átváltom a nevemet és a nememet szabad döntésemből, viszont ezt ma, a mai Magyarországon egy magyar transzember nem teheti meg. És én szeretném megkérni azokat a döntéshozókat, azokat a magyar döntéshozókat, hogy ezt változtassák meg, mert nem játszhatunk emberi életekkel. Hogyha én lennék ebben a helyzetben, biztos, hogy elgondolkoznék azon, hogy öngyilkos leszek. Mert a saját magad börtönében élsz, a saját magad testének a börtönödben. És szerintem ezt nem teheti meg senki a másikkal, semmilyen csoporttal, a transzneműekkel se. Köszönöm. Én most csak egy percre jöttem fel a színpadra, ugyanis Noáról már nagyon szépeket mondtam, úgyhogy nem ismételme ugyanazt, még mindig nagyszerű vagy, úgyhogy adj nekünk megint élő valamit. Oké. Adél szerepelt az új klipben, és erre is nagyon büszke vagyok. Ez tök jó. Figyeljetek, csak egy gyors történet az első, a következő dologhoz. Egy barátomat megkértem arra, hogy vigyen ki, amikor tüntetett a Pride a parlament előtt, és megkérdeztem, hogy van-e kedve csatlakozni a Pride-hoz, hogy ki jön-e velem. És mondta, hogy nem, őt, ez nem érdekli annyira ez a dolog, hogy ilyen felvonulás, meg ilyen állófaszú papok, meg ilyen kurvának költözött apácák, és szóval, és mondtam, hogy én amikor kim voltam, akkor a családapákat láttam gyerekekkel, tök jó fejembereket, akik büszkék voltak arra, hogy az identitásukra, de szóval, és eldöntöttem, hogy meg fogom fűzni ezt a barátomat, hogy jöjjön el velem ki a következő Pride-ra, és szerintem csináljátok ezt. Legyen ez az üzenete mondjuk ennek a napnak, vagy egyáltalán, hogy beszéljetek olyan emberekkel, akik nem feltétlenül gondolják azt, amit ti. Hallgassátok meg őket, és aztán pedig kéz a kézben, vagy karra karban, vagy ahogy akarjátok, de szerintem menjünk ki együtt, és fogjunk össze, és változtassunk ezen a gondolkodáson. És most a segítségeteket kérem. A következő számnak a refrénje az csak veletek együtt fog működni, úgyhogy amikor én mondom a refrén sort, légy szíves, ismételjétek ti is, próbáljuk meg. Fogjunk össze együtt a gyűlölködés ellen. Oké, még egyszer. Fogjunk össze együtt most a gyűlölködés ellen. Fogjunk össze együtt most a gyűlölködés ellen. Kell a bátorság, a tudás. Kell a bátorság, a tudás. A tettek és a jellem. A tettek és a jellem. Izzom most a szív, a lélek. Izzom most a szív, a lélek. Szikrázzon a szellem. Szikrázzon a szellem. Szabad, tiszta hangunk. Egy országon át zengjen. Egy országon át zengjen. Wú, királyok vagy. Menni fog. Kicsit nehezen alszom el. Tudod, nem jön szememre álom. Vajon kell-e félnem attól, hogy ami a szívemen, az a számon? Biztos lehetsz benne, hogy mindig a saját utamat járom, és a végcél, hogy mellettem egy szabad ország álljon. Én nem akarok félni. Így biztos nem akarok élni, mert a félelem szagát egy dühött farkas csorda érzi. De a magányos harcnak az igazi hibája, hogy úgy járhatunk végül, mint Radnótinak bikája. Ki küzdött, de elesett. Ránk ez akkor nem várhat, ha kész kezet fog és váltámaszt vállat. Lelkünk és elménk tüze fáklyaként világít, a bátor tett és a szó tömegeket irányít. Én csak azt kérem tőled, hogy állj készen a harcra. Ha a buszon, a villamoson egy zavart ember ordít arcba, vagy máson számon kéri a bőre, miért fekete? Ilyenkor mindenki behúzza fülét, farkát, de te ne. Légy bátor,
és mutasd meg, és ne engedd, hogy megfélemlítsenek. Mert válaszok kérdések nélkül biztos, hogy nincsenek. Ne dugd a fejed homokba, hanem kérdezz bátran. De kérlek, ne halljunk meg bután párnák közt az ágyban. Fogjunk össze együtt most a gyűlölködés ellen. Kell a bátorság, a tudás. A tettek és a jellem. Te leírod a szöveget? Izzon most a szív a lélek. Szikrázzon a szellem. Szabad tiszta hangunk. Egy országon át zengjen. Higgy abban, hogy a tudás, amivel felvértezted magad. Ezt nem kell mondanatok. Higgy abban, hogy a tudás, amivel felvértezted magad, az hülyeség fölött fölényes győzelmet arathat. De ha vakon némán szót fogadunk, simán elvész az egyén. Az út rögös és kemény, de biztos csak akkor van remény, ha a tévét és a szennylapokat felváltja egy regény, az olvasás nem ciki lesz végre, hanem erény. Mert ahelyett, hogy megfogalmaznánk egy épp kézláb kritikát, szemünk a telefontól vérvörös és irritált. És mikor egy Facebook videón a földhöz csapnak egy kutyát, a közöny állja el az igazi tettek útját. Az imodzsink arca egy másodpercszín részvét. Ezzel szívünk úgy érzi, hogy kivette a részét. És észre sem vesszük, hogy egy generáció úgy nő fel, hogy haragszik és támad. Plusz, ami az intőjel, hogy egy 11 éves rác azért akar katona lenni, hogy a szüleit megvédje a migránsoktól. Na most ez mi? Tényleg itt tartunk, hogy félelemben kell felnőni? Ha lesz egy gyerekem, ő milyen irányba fog fejlődni? Ha a suliból hazajön, látom, hogy a szíve mennydörög, és könnyes szemmel kérdi, apa, mi ez, amiben felnövök? Miért fél mindenki? Miért bűn kérdezni, ha van egy szír barátom, aki meleg? Szarú kell magam érezni? Apa, hogy történt ez? És te? Tettél azért, hogy ez ne legyen? Ne azt válaszoljam, hogy igen, de nem voltunk elegen. Fogjunk össze együtt most a gyűlölködés ellen. Kell a bátorság, a tudás. A tettek és a jellem. Izzon most a szív, a lélek. Szikrázzon a szellem. Szabad tiszta hangunk. Egy országon át zengjen. Szuperek vagytok, köszönjük. Na hát most mindenki felszólalt ezen az estén, úgyhogy már csak ezért is különleges. Rengeteg csodás dolgot sorolhattam fel az este elején, bizonyítva azt, hogy mennyi mindennek örülhetünk, és meg annyi csodálatos embert hívhattam fel a színpadra, de ne felejtsük el, hogy van, aminek nem szabad örülnünk, és van, ami ellen fel kell lépnünk. Mert van az LMBTQ embereket pedofilnak és másodrangú állampolgárnak nevező Kövér Lászlónk. Van egy család és ifjúságügyi államtitkárunk, aki miközben szélső jobboldali nőgyűlölő konferenciákra jár nőként, kijelenti, hogy egy család, amiben két apa vagy két anya van, az nem család. Van szélső jobboldali politikusunk, aki bár anya, aki bár otthon a négy fal között gyerekeket nevel, mindent megtenne azért, hogy a gyerekek szeretetről, elfogadásról és befogadásról ne tanulhassanak az iskolába. Igaz, ez az ocsmány politikai bravúr az Európai Parlamentbe végül nem volt elég. És van egy miniszterelnökünk, aki viccnek veszi, ha a magyar LMBTQ közösségről, ha az országa több százezer polgárjáról kérdezik, és aki azért hálás, mert ez a közösség csendes. Nyugodt. Halk. Csendes. Hát nem vagyunk nyugodtak, sőt, néha kifejezetten idegesek vagyunk. Frusztráltak. És mellé iszonyatosan kitartók is. És a legnagyobb erőnk az, hogy tudjuk, hogy mi vagyunk a jók, tudjuk, hogy nekünk van igazunk. Nem vagyunk nyugodtak, nem vagyunk halkak, és nem vagyunk csendesek sem.
A magyar társadalom jó része gondolja azt, hogy az LMBTQ közösség csupa gyenge, életképtelen, könnyen megfélemlíthető emberből áll, de egy dologban nem gondolnak bele, hogy minden sértő szó, ami gyerekkorunkban hozzák vágtak az utcán, az iskolán, hogy iskolában, hogy minden fájó titkolózás, hogy minden szégyelt érzelem, hogy minden ütés, hogy minden gyorsan szedett lépés a sötét sikátorokban, hogy minden inzultus, minden buzizó komment, minden minket degeneráltnak nevező hozzászólás, minden szélsőjobboldali halállal fenyegető kántálás az utcán, minden minket megalázó, minket lekicsinylő politikai nyilatkozat erősebbé tett minket, kitartóbbá tett minket, bátrabbá tett minket, és dühösebbé. És ezért harcolunk tovább, és ezért vagyunk ma itt a Budapest Pride megnyitóján. És egy dolgot ígérhetünk. Minden szótól, minden inzultustól, minden szidalomtól egyre több kordon döntünk le. Egyre több programot szervezünk, egyre többen megyünk ki az utcára, egyre magasabbra emeljük a szivárványszínű zászlót, és egyre hangosabban követelünk, üvöltünk, ordítunk az igazságunkért, ami az egész társadalom igazsága. És akik lehetővé teszik, hogy ezt ma megtehessük, azok a Budapest Pride szervezői, önkéntesei és a Budapest Pride hősei, akik most mindannyian fel fognak jönni a színpadra, hogy együtt tapsolhassuk meg őket, lehetőleg vastapssal. Így köszönve meg odaadásukat és munkájukat, amit nem csak a magyar LMBTQ közösségért, hanem az egész társadalomért és az egész országért végeznek. Magyarország velük teljesít jobban. Azért gondolom, a vastapsa nélkül is meg lett volna, hogy felszólítalak titeket. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek a Budapest Pride megnyitójára, és hogy ezzel kicsit ti is tettetek egy szebb jövőért. Még nem mozgolódjatok, ma azért még kicsit fogok beszélni. A 24. Budapest Pride most már hivatalosan is kezdetét veszi, és számos izgalmas program vár rátok. Velem találkozhattok például június 27-én a B-Social irodájában, ahol az LMBTQ marketingről fogok előadást tartani 18 órától kezdve. Én biztosan ott leszek június 12-én az LMBTQ új barát interaktív borkostolón, és június 13-án Miss Mandarin a magyar drag queen legenda önálló estjén. Június 25-én gyertek el a Lupa Beach-ra, a Beautiful Beach partira, ahol nem csak lelkiismert furdalás nélkül fröccsözhettek a napfényben, de lesz élőkönyvtár is, és beszélgetés Skiba Zsuskával, a Fogadd el magad könyv szerzőjével. És gyertek el természetesen július 6-án a 24. Budapest Pride felvonulásra, majd este a Budapest Parkba a Rainbow Partira. Csak néhány programot sorolhattam fel, de mint az este elején említettem, 103 darab program vár rátok. Tudni kell, hogy ezeket mind civilek, illetve magánemberek szervezték meg, úgyhogy ez valóban a közösség csodálatos erejét mutatja.
Csak néhány programot soroltam fel, de menjetek fel a Budapest Pride oldalára, vagy vegyetek a programfüzetből, ami a széketeken volt, úgyhogy nem volt nehéz elvenni. És nézzétek át, mivel készültünk, hiszen lesznek ezen felül színházi előadások, koncertek, vitaestek, workshopok, kerékpártúra, akadálypályák, LMBT-séta, keresztény és zsidó istentisztelet, Pride Academy, borkostoló, sörkostoló, politikai kerekasztal, szlemeste, szakkör, játékeste, biblioterápia, sőt még pingpongkupa is. Mielőtt távoztok, mindenképpen nézzétek meg a Budapest Pride boltját itt a bejáratnál, és vásároljatok menőnél menőbb cuccokat, így is támogatva a szervezetet, ugyanis akár hisztitek, akár nem, állami támogatást idén sem kapott a Budapest Pride. Készítsetek képeket és osszátok meg a social médián, használjátok a következő hashtageket, hashtag közös pont, hashtag történetünk, hashtag allstory, hashtag Budapest Pride 2019, és még mindig várjuk a leveleket Kövér Lászlónak, aminek az első adagját június, a jövő héten fogjuk elküldeni, de egészen július 6-áig küldhettek leveleket, hogy két bajuszpödrés között neki is legyen mit olvasgatnia. Én Kanicsár Ádám András voltam, köszönöm, hogy itt voltatok, és még egyszer köszönöm a Budapest Pride-nak, hogy lehetőséget adtak arra, hogy itt állhassak a színpadon, csodálatosabbnál csodálatosabb emberek társaságában. És szép estét kívánok mindenkinek, este találkozzunk ugyanitt a Budapest Pride megnyitó bulián, ugyanis a világ megváltása között is szükségünk lehet egy-egy sörre. Köszönöm szépen! Sziasztok! Bocsánat, ez nem volt betervezve. Színpadot látok, meg mikrofont, és akkor azonnal ide kell ugranom. Szeretném egy kicsit megerősíteni azt, amit az Ádám mondott itt a végén, hogy tényleg egy perc. Egy pár évvel ezelőttig a Budapest Pride az úgy nézett ki, hogy volt a felvonulás, és előtte volt egy hét 10 nap programokkal. Rengeteg sok ötletet küldtetek nekünk minden fesztivál végén, hogy miért nem volt ilyen program, miért nem volt olyan program, és évről évre igyekeztünk egyre több programot megszervezni, de mivel kevesen vagyunk, ezért a lehetőségeink is igen korlátozottak voltak. Úgyhogy 2 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy kinyitjuk ezt a fesztivált, és igazi közösségi fesztivállá formáljuk. Úgyhogy tavaly volt először egy hónapos a fesztivál, idén most már másodjára, és ezért nagyon hálásak vagyunk nektek, mert nélkületek ez nem jöhetett volna létre. Több mint 50 civil szervezet, magánszemély és informális csoport rendezi meg a programoknak a legnagyobb részét. Úgyhogy én a Pride csapat nevében szeretném nektek megköszönni, hogy ennyire kreatívak vagytok, ennyire lelkesek vagytok, hogy ott vagytok, megszervezitek a programokat, és igyekszünk nektek ebben mindenben segíteni, amennyire tőlünk telik. Úgyhogy nélkületek nem lenne egy hónapos ez a fesztivál. Tudom, hogy sokan itt vagytok most a szervezők közül, úgyhogy szeretném nektek nagyon-nagyon megköszönni, hogy vagytok és csináljátok. És remélem, hogy jövőre is egy hónapos lesz a fesztivál veletek együtt. Köszönöm szépen!